szeretettel köszöntünk mindenkit, itt vagyok a 11. adásban, bár 3 perccel ezelőtt még nem tudtam, hogy ezt el fogjuk tudni időre kezdeni, mert hát a technika mindig megtréfál bennünket, de hála jó Istennek, hogy sikerült elindulni, volt egy kis izgalom, de Gábor az nagyon, te voltál az első, aki legkorábban ide értem, hogy ezt így külön megjegyzem, és szerintem nálad voltunk a legvénábbak így a kezdetekben, de azt gondolom, hogy ez a másfél órás beszélgetés, aminek ugye most kinéz ez a dolog, szerintem meg viszont fantasztikus lesz, mert általában még mindig nehezen indulnak, azok utána majd valahogy behozzák ezt a dolgot. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek itt nálunk, ez a 11. adás, IoT műhelytitkok. Nagyon örülök mindenkinek, aki velünk tart, és lehet majd a Gábortól kérdezni, faggatni, mert nagyon érdekes a téma, és ahogy láttátok is ezt a felütést, ami a címet is tartalmazta, hogy gyakorlatilag egészen a termelőtől a vevőkosaráig, illetve tányérjáig fogjuk eljuttatni itt a dolgokat, és ahogy arról majd most fogsz beszélgetni. Úgyhogy a beszélgetésben Berkovics Gábort hívtam el, a Sikon Europe vezetőjét. Hát egy nagyon tapasztalt vezetőről, illetve mondhatnám, hogy te fejlesztőként kezdted még annak idején a karrieredet, ha jól emlékszem. Bizony. Még a videóton. SMB-be programoztam, alapszoftveres voltam. Egy kicsit valakért hangosan. Több mint 10 évig alapszoftveres voltam. Emberek, fájlkezelők. Operációs rendszerfejlesztés ügyvédjük voltam. Na hát akkor ebből is látszik, hogy Gábortól lehet kérdezni mindenféle aspektusból. Nyilván körbe fogjuk járni azt a témát, amit hoztál magunkkal, de hogy beindítsuk ezt a beszélgetést, és ugye én szeretnék is fizetni ezért az információért, ezért készültem sörökkel. Első körben azért, amit most meg fogunk postolni, ez a Rohozec családból 3 nagyon-nagyon érdekes sör, nézem, milyen szép a címkéje is. Úgyhogy azért mondom, hogy ebben kezdünk. Úgy szoktam csinálni, hogy mindenkinek egy kicsit mutatok egy picit a sörökből is, és aztán cserébe én is kérek egy-két információt, úgy enged meg, hogy így bevezetőben erről a sörről egy pár szót szóljak. Aztán majd menet közben elmondom magáról erről a sörgyáról is, hogy mit érdemes tudni. Maga, ami itt van a kezemben, ez a Rohozec. Hát megpróbálom felolvasni, mert ki nem fogom tudni mondani, aztán Rohozec Kalák Svetli Lezsák. Ez egy világos 5%-os, 11-es balin fokos sör. Hát ez egy hagyományos, vagy tipikus láger, vagy ászok sör. Közepesen telt sör és finom keserűség jellemzi. Alkalmas egy jó kis halas, húsos grillpartihoz kísérőjeként például, vagy csak egy baráti beszélgetése kísérőként a közeledő hosszú téli estéken. Amúgy egy univerzális sör ez is. A 11%-os szárazanyagtartalom, ez a ballingfok, amiről beszéltem, tehát a 11%-os szárazanyagtartalom, és mivel a keserűségesen egetverő, még nem annyira tolakodó a nyári hőségben sem, mint egy 12-es vagy 13-as sör. Beszélgetésekhez pedig mennyei. Úgyhogy ezt ezért is választottam. Nincs az a hosszantartó, szinte már az ember száját, nyelvét szárító keserűség, ellenben a maradék cukor megteszi áldásos hatását, majd erre kíváncsi vagyok, hogy ezeket kiérzed-e. Mindig többet és többet akar belőle inni az ember. Szóval ez ezért is lényeges információ. És valljuk be egy igazi baráti beszélgetésekhez, amikor előjönnek a velős magas gondolatok, mert erre azért számítok, feltárulnak a nagy igazságok, nem kell semmi más, csak egy jó sör, amiből többet akar inni az ember. Nevét a Skalák homokkő osztopról kapta, ami Csehországban a hegymászók, akár hobbi, akár profi szintűek kedvelt gyakorló sziklája. A Skalák szó amúgy sziklakertet vagy bazinagy sziklát, de azokat az embereket is jelenti, akik évszázadokon át ezen a környéken éltek. Nem is csoda, hisz az egész cseh paradicsom egy óriási sziklakerthez hasonlít, és az itt élő emberek, a skalákok mindig is az egyenes beszédet szerették. Egyszerűek, de okosak, lényegre törően egyszerű életet éltek, de a természettel teljes harmóniában. Éppen ezért ez a sör is az érthető sörök közé tartozik, egyenes, de egyben lekerekedett, kiegyensúlyozott íz a hosszú sörözésekhez. Alkalmas nedű, sörenyhely malátás illattal, kiegyensúlyozott ízzel rendelkezik, a sörteste kerek és az üde malátás íz lassan harmonikusan lép át, tehát ezeket meg kell majd figyelned.
Az éppen ehhez az ízhez való nem tolakodó természetes keserűsége némi az erjedéstől visszamaradt, maradék cukor jellemezte édeskés lecsengéssel. Na hát ezzel kezdünk. Azért így mindenkinek megmutatom, hogy hogy néz ez ki. Erről, de majd ide ki fogom rakni a... Ide majd ki fogom rakni ezt a sört is. Úgyhogy Gábor, nagyon sok szeretettel köszöntelek még egyszer nálunk. Kóstold meg először ezt a jó sört. Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy te mit érzel ezen a sörön. Ami a legnehezebb talán ebben a mai beszélgetésben, előre felkészítelek, hogy miközben faggatlak és kérdezlek, azért a sör dolgozik bennünk. Na, nehéz úgy beszélgetni, hogy az ember látványosan ne büfizzen, de azért megtanuljuk ezt is önök közben, tehát azért mondom, számos dolgot fogunk megtanulni. Ide kirakom, azon gondolkoztam, hogy ide kirakom, hadd lássa mindenki, hogy mit iszunk, és hát örülök, hogy itt vagy. Egészségedre! Mi a véleményem? Maradék cukor kiérzed? Igen, illetve azt érzem, hogy amióta itt van, mindenféle licencek alapján gyárták a söröket, azok tud szépen egyformák lettek, tehát licenszívott licenszívott. Itthon gyártották is egyforma. Ezt amúgy nem itthon gyártották, megjegyzem, de ettől függetlenül értem, amit mondani akarsz. Ez most kilóg a sorból. Amúgy jó, tudod, nem egyszerű ezeket beszerezni, de hála Istennek van forrásunk. Úgyhogy, és külön örülök, hogyha ízlik, mert most az is fontos, hogy mindig ebből a háromból kell kiválasztani, ami a számodra a legkedvezőbb. És azért mondom, hogy kezdünk általában egy könnyűvel, aztán mindig megyünk előre a végén. Mert ha az elén kiraknám a legkeményebb barnát mondjuk, akkor azzal úgy maradhatnánk be. És ha már mondtad, hogy van forrás, ja, sőbben az egyik meghatározó komponens a víz, és ezért is van az, hogy hiába hozzák a licencet, más a víz, más a sör, és ettől lesz a egyes sörgyárak söreinek egy kicsit egy sörgyár íze, mint ahogy a pincészetek esetében, és ez gyakran van, hogy ugye szoktunk beszélni tavaly ízről, a fajta jellegzetességekről, de a pincészet is nagyon arányolja a lényegét a borokra, inkább borból tudom, mint a sörgyár, így azokról egy kicsit többet tudok, de hát még szinte gyárban is ilyenkor a sör is nagyon jó. Jó foci után is kásolva tiszik az ember. Azért aki nem tudja, azért elmondom, a Gábor rendkívül sok oldalú sportol, síel és többi, és még borlovak is. Ugye jól tudom, hogy borlovak is vagy, tehát ezért is tetted hozzá ezt a kis kiegészítést, hogy a borokról nyilván azért is tudsz többet, mert nem véletlenül, ott komoly szerepet is van a boroknál, hogy jobban népszerűsítsétek, megismertessétek az emberekkel. Melyik borlovagrendnek vagy a tagja? Egy fehérvári Szent István borlovagrendnek vagyok alapító tagja, egy lassan 20 éves társulás. De vannak ilyen régi tagságaim. Van például egy öregi fiak klubja elnevezésű civil szerveződés, ebben 32-34-en vagyunk. Ez például már 30 éve működik, és teljesen kiegyensúlyozottan járunk együtt foszilni, sírelni, színházba, kockostolni. Hát az átlag életkor persze emelkedik, illetve az életkor, de tényleg a szeptemberben befért még egy olyan, hogy váltóba körülfutottuk a Velencei tavat. A legidősebb futó az 74 éves volt. És ezek jó dolgok volt, aki csak 500 métert futott volt, 11 kilométert futott, ki vagy mivel. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és ezeket is megosztod velünk, de arról is hadd kérdezzelek meg, hogy amikor ugye beszéltük azt, hogy eljössz ebbe a műsorba, és beszélgetsz velem, és megosztod a te titkaidat, mert azért számos titkotok van. Miért pont ezt a témát választottad? Már csak azért akarnak ebben egy kicsit provokálni, mert valakik nem tudják, de én nagyon jól ismerlek már téged hosszú évek óta, és nektek számos terméketek van, fel sem tudnám sorolni mindet fejből, hogy milyen széles spektrumban mozogsz, és igazából talán ez a legnehezebb mindig, amikor fókuszálni kell valamire, hogy melyiket válasszam ki a sok gyermekem közül, most melyik épp a kedvenc. Most ez a kedvenc?
akkor így kezdem, és ha ez a kedvenc, akkor miért? És kezdj is hozzá, légy szíves, hogy kezdjük a címet először egy kicsit boncolni. Miért ezt a címet adtuk ennek a műsornak? Az emberek egyre igényesebbek, a világ is egyre igényesebb, már ezt megengedheti magának, mert nyilván Afrika nem minden részében nő az igényesség. Egyre igényesebbek az emberek arra, hogy mit esznek, szeretnék tudni. Ugye elég sok ételérzékenység, allergiás dolog van, amire nagyon sok embernek figyelnie kell, és szeretnék tudni, hogy mi az, ami az asztalra kerül, adott esetben részleteivel. Azt is szeretik tudni, vagy szeretnék tudni, hogy ez hol állt elő, hol keletkezett, hol termelték. De ezt már nem csak a allergiás dolgok miatt, hanem adott esetben nemzetéről is szeretik tudni, mert én magyar terméket akarok enni, vannak ilyenek. Vagy én bio terméket akarok enni, ez nyilván nem öntudat, hanem egy másik indítatás. Ez a dolog személyes vonatkozása. De ugye, ahogy a átkosból jöttünk be a mai világba, az is előjött, hogy állami szinten is szeretnék tudni, hogy milyen élelmiszerek jönnek be, vagy hogy egy példát mondjak, ami teljesen közismert. Ezzel a kínai fokhagymával, mézzel, ennek a problémájával mindenki találkozott, hogy Kínából hozzák nagyon olcsó, nagyon nagy tételben, nem feltétlenül jó minőségben. Ugye technológiailag, műszakilag Kína nagyon elől tud járni, ha akar, meg hátul is tud járni, ha olcsón akar eladni, így van az élelmiszerekkel is. És hát az nem egy üdítő dolog, amikor egy kínai mézet álljonnak magyar címkével, vagy egy kínai fokhagymát álljonnak magyar címkével, teljesen mások a beltartalmi értékei, teljesen más, tehát ez nem ugyanaz. És hát a jó hír az az, hogy most már nem csak a bizonylatolással lehet ezeket a dolgokat megfogni, hanem úgy is meg lehet fogni, hogy egyszerűen kimérik, megvizsgálják ezt a fokhagymát, megvizsgálják azt a nézet, laborba, kevés olyan labort van, aki képes ilyen szintű vizsgálatra, hogy meg tudja mondani, hogy ez honnét származik. És ezt honnét tudja megmondani, hogy azt nézik, hogy milyen mikroelemek vannak benne és milyen összetételben, vagy milyen izotópok vannak benne és milyen összetételben. Itt nyilván mikromennyiségekről van szó. És ezt összevetik a különböző termőföldek jellegzetességével. Azt mondják a hozzáértők, hogy a sárgarépa emlékszik, hogy hol termék, mert ugye a beépülnek ezek a komponensek. És ez egy tök jó dolog, hogy utolási lehet mutatni. Hadd kezdjem így, mint ahogy ha már én analógiával élve, hogy a hagymát ugye bontjuk egészen tényleg szépen rétegekről rétegekre. Az, ahogy elmondod, ugye, és bízom abban, hogy más is ugyanígy érti, de hanem akkor te majd most pontosítod, hogy ha jól érzem, akkor már te tulajdonképpen alapanyagok szintjén kezditek el ezeknek a vizsgálatával a foglalkozás, nem pedig a késztermékkel, ezt úgy is értelmezhetnénk, hogyha van két számítógép, egy szuper számítógép, meg egy kevésbé szuper számítógép, de ha rossz a bemeneti adatsor, akkor mit számít, hogy a szuper számítógépen futtatom, az eredmény ugyanúgy rossz lesz. Tehát itt, hogyha az alapanyagból indulunk ki, és mondjuk egy hibás alapanyag, vagy egy nem olyan értékű alapanyag kerül be mondjuk egy rendszerbe, amiből egy késztermék lesz, akkor nyilván a végeredmény sem lesz ugyanaz. Ennek ez az egyik aspektusa. A másik pedig az, hogy ugye van, aki, ahogy mondtad, akár a kormányok is védeni akarják a gazdaságukat, védeni akarják a gazdaság szereplőit, és nyilván védeni akarják azt a minőséget, ami az adott név alatt kijön. Tehát egy tokai asszú sem lehet mondjuk, mit tudom én, vörös bor például a kokáért, mert akkor mindenki megdöbbenne, hogy a tokai asszú mindenki fejében mit képvisel. Ezt csak azért mondom, jól érzékelem ez, Gábor? Én most egy nagyon pici forgácsot ragadtam ki, a mi rendszerünk nem erről szól, hanem ez egy lehetséges bejövő és kimenő adata. Na mert ezt akarom kérdezni, hogy hol lépsz be ebbe a történetben, hogy mi a hozzáadott érték, mert arra akarok igazából kérdezni is majd téged, ha értjük.
Tehát mi onnét indulunk, hogy már a termőföldön meg tud jelenni ez az alkalmazás, és ott kezdi az adatgyűjtés. Vegyünk egy egyszerű példát, vegyünk egy 40 dekás vegyes zöldség keveréket, amit bárki levehet a egy magyarulás műtőpultjából kivehet. Ebben a 40 dekás vegyes zöldség keverékben legyen ez egy 8 komponenses keverék, van sárgalépa kocka, van zöld borsó, akár mi, attól függ, milyen keverék, vagy egy leves, egy mexikói, teljesen minden. Igen. És a mi rendszerünk azt tudja, sok-sok lépésen keresztül, hogyha ebből a vegyes zöldség keverékből kifesszük azt a félmelék sárgalépa kockát, ami benne van, akkor a csomagoláson levő információk alapján meg tudjuk mondani, hogy ez melyik termelő, melyik hektárján termett, milyen vetőmagból, milyen növényvédelmi eljárásoknak vetették alá, és tovább. Mikor volt a betakarítás, betakarítás után mennyi idő van került a feldolgozóiparhoz, a feldolgozónál milyen nyersanyag minősítést kapott, és mondték a sárgalépa, feldolgozás során mi történt vele, ott milyen részminősítéseket kapott, és akár százas nagyságrendű ilyen paramétert tudunk mondjuk egy sárgalépa kockára. Na most ugye mondhatná valaki, hogy aztán minek, mert van első osztályú, másodosztályú, harmadosztályú, akkor kívánok. Hát ez nem így van, mert ha ezt a 100 paramétert nézzük, tegyük fel 100 paramétert, akkor vannak olyan növők, aki azt mondja, hogy őt nem az érdekli, hogy mondjuk első osztályt akar venni, de ő egy jó meghatározott célval, felhasználási célval. Tehát ő nem a üzemi konyhán akarja felhasználni, hanem mondjuk egy holland bébi ételgyártó, és itt a bébi ételen van a hangsúly, ahol egészen más minőségi paramétereket követelnek meg. És ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen száz lyukú maszkkal letakarnánk a minősítést, és kiválasztunk nekünk fontos 7 paramétert, 7 lyukat, és hogyha ez rendben van, akkor én olyan sárgalépát akarok. Ha egyik nem stimmel, akkor minden olyan sárgalépát akarok. És ugye nagyon jó, mert ha van egy mondjuk hűtőipari feldolgozó, akinek konténer számot áll a sárgalépája, és ő minden zsáknyi sárgalépáról tudja ezt a 100 paramétert, akkor ha jön egy igényes ügyfél, akkor 2 perc alatt meg tudja mondani, hogy az ügyfél leteszi a általunk még sose látott minőségi specifikációját, és a rendszerből 2 perc alatt ki tudjuk választani, hogy melyik az a 18 tonna, 130 tonna, amelyik megfelel ennek a specifikációnak. Ez ugye nagyon jó a feldolgozónak, mármint az élelmiszer feldolgozónak, aki eladja ezt a sanyagként, mert pont olyat tud adni, ami az igény, ettől kezdve nem ad jobbat ugyanannyi pénzért, illetve nem esik bele abba a problémába, hogy nem tudja kiszolgálni, mert aktába ott kihoz valami mintát, ami nem tudja. Ugye ez a, és ez a feldolgozóiparnak a egyik nagy érdeke, hogy ilyen szempontból tiszta képe legyen. A másik nagy érdeke, hogy ha előfordulnak visszahívások, ha valami történik. Most hogy ez úgy történt, hogy utólag került be egy szennyeződés, egy bemőfomba bármi, vagy teljesen mindegy. Lényeg a lényeg, hogy egész folyamat bizonylatolva van, illetve ezek ilyen időbélyeggel ellátott információ hozzárendelése, és így nem csak azt tudja természetesen a gyártó, hogy honnan származik, amit ő eladott, azt is tudja, hogy kinek adta el, tehát egy visszahívás, az mondjuk könnyen megoldható, és pontosan tudja, hogy melyik az a néhány sars, amit érinted a egész pontjában. Nagyon érdekes, amit mondasz, de muszáj lenne, gyakorlatilag muszáj lenne erre picit több információt adnod. Most úgy érzem, hogy sikerült megfognunk tulajdonképpen a lelkét ennek a dolognak, viszont a motorján is ugye kíváncsiak vagyunk. El tudnád ezt nekem úgy magyarázni, hogy például én egy gazda vagyok,
és egyáltalán hogy jut nekem egy ilyen ez eszembe, vagy egy gazda, azok már keresik ezt a dolgot, tehát az ő vevőjük miatt, tehát honnan indul föntről ez a kezdeményezés, vagy lentről, tehát a gazdák keresnek meg téged, vagy a gazdák kapnak mondjuk a beszállítói lánc miatt egy ilyen fajta kérést, hogy ő ilyen paraméterek mellett szeretne vásárolni, akár az ő ügyfele, és akkor onnantól fogva meg tud ennek felelni, és akkor hogyan keres meg téged egy ilyen történetben, vagyok egy gazda? Én gazda vagyok, hogy találok meg téged? Tehát... Jó, akkor nézzük, hogy kik lehetnek ennek az egész dolognak a szereplői, kiknek érdeke vagy haszna, hogy egy ilyen rendszer legyen. Nyilván indul a gazdánál, de ez nem a gazda fejéből pattan ki, mert neki első mikve ez egy küzdelem. Ez első körben a élelmiszerfeldolgozóknak fontos, mert nekik kell tudni igazolni, hogy amit csináltak, az miből lett, és milyen módról lett. Na de, és ők a beszállítóiknak, hát ez most ma már úgy működik, hogy a beszállítóiknak előírnak technológiát, lehet, hogy ők adják a betakarítógépet, ők adják a betőmagot, tehát a termelő az ilyen szempontból, hogy mondjam, fel van szólítva erre, hogy kiszolgálja ezt az idejét. A feldolgozót azt tisztáztuk, de ki van a feldolgozó mögött? Hát van a kereskedelem, kiskereskedelem, nagykereskedelem, kiskereskedelem, illetve vannak a végfelhasználók, ezek lehetnek konyhák, üzemi konyhák, tehát tömegétkeztetés, lehetnek éttermek, éttermek is használnak nyilván bőrintet, illetve gyorsfogyasztott termékeket, ez a Mirelit, ez olyan kifejezés, mint a Flex, meg a Xerox, hogy a első gyártó nevét megörökölted. És hát ott van a legvégén a végfelhasználó, a fogyasztó maga, aki majd megeszi azt a cuccot, amit a tányérjába beteszi. Most a fogyasztónak, ugye ezzel kezdtem, a fogyasztónak vannak tudatos vásárlók, akik szeretik tudni, hogy tesznek. De ha veszünk egy üzemi étkezdét, őnekik például hamarosan a nyakukba szakad egy olyan szabályozás, hogy csak olyan élelmiszert tehetnek a vendégek elé, ami minimum 80%-ban hazai származású. Most eddig ezt nem nagyon forszírozták, most ez egy új szabály, ez egy nagy szorítás lesz az üzemi étkezdét. Szabad ide szúrni? Mert nagyon érdekes, amit mondasz, és úgy gondoltam, hogy picit attól teszem interaktív, hogy még egyszer bekérdezek ezekbe a dolgokba. Mert eszembe jutott egyből a méz, meg a fokhagyma is. Most ez egy dolog, hogy van ezeken a termékeken címke, de a tejet te mondtad még a legelején a beszélgetésünk elé, hogy bejöttek Kínából a méz, vagy a fokhagyma, és fel lett magyar címkékkel ruházva, így van? Hát ezt hogyan tudjuk akkor kvázi elkerülni, nem? Mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy oké, hogy az a termelő, aki aláveti ennek a rendszernek magát, sőt, mi több, ő akar ebben együttműködni részt venni, hiszen ez neki is jó. Például, ha vissza kell hívni valamit, nem az összeset kell visszahívni, hanem pontosan tudja sarszám szerint, hogy melyeket kell visszahívni. Tehát én megértettem ebből, mint gazda, azért mondom, mint gazda, megértettem, vagy termelő, bocsánat, megértettem, hogy mi ebből a jó történet. De ez a rendszer hogy véd meg engem a kínai mézzel szemben, ami magyar címkével a polcon levehető? Elején mondtam, hogy ez a technológia például, amikor meg lehet állapítani. Csak közben mondják, hogy innod is kell, tehát azt muszáj, mert jönni fog nem sokára a következő sor, és akkor nem lesz. Na jó, csak viccel. Igen, tehát figyelek. Kínai méz. Tehát... köszönöm. Említettem azt a technológiát, vannak erre specializálódott, vagy erre képes laborok, ebből egyébként nagyon kevés van, aki meg tudja mondani, ki tudja mérni, hogy ez a méz nem magyar, hanem valahonnan máshonnét jött, de ha az a kérdés, hogy van egy gyanús terület, ahonnét jöhetett, akkor egy ottani tavaly mint alapján ők is egész pontosan. Tehát akkor gondolom ez egy bejelentés alapon történik ma, mert arra nincs kapacitás, hogy az összes termék, ami van a polcon, azt végig analizálják és megpróbálják meghatározni, hogy honnan van a termék, tehát az eredetét kinyomozni. De gondolom, hogy ha hirtelen mondjuk nagyon kedvező áron jön ki a méz, és a többi azt nem feltételezik, hogy az helyi. Ugye itt a
termelőnek, kereskedőnek, feldolgozónak érdeke. Egyrészt az, hogy ne kis kosaránként vegye a fokhagymát, hanem itt komoly nagy tételekről, szállítmányokról van szó. És akkor elmondom a két részét a dolognak. Az egyik, hogy aki ezt majd értékesíti, vagy aki ezt felvásárolja, ő mintákat vesz, és ezt a mintát elküldi egy laporba, ahol megmondják, hogy hát ez biztos, hogy nem magyar fokhagyma. Azt is meg tudják mondani, hogy nem makói fokhagyma. Legrosszabb esetben legalább annyit meg tud mondani, hogy nem itthoni, de még ha jobb esetről van szó, akkor lehet, hogy még egy lokációt is tudna mondani, például Ázsiából, nem? Abszolút. Tehát ha nem is konkrétan megmondja azt, hogy melyik területről, de azt tudja, hogy például ez, de olyan komponensek szerepelnek, mint például Ázsiában található ilyen jellegű termékekben, mert gondolom vannak ilyen referencia termékek, amikhez viszonyítják ezeket a... Igen, és adott esetben nem is kell a termőföldből mintát venni, mert ha van egy igazoltan Ázsiából jött egy-két-három zöldségféle, abból is tudnak mintát venni. Tehát ez azért nem olyan megoldhatatlan, tehát ez az egyik eset, amikor mérünk. De van egy másik eset, amikor az élelmiszer feldolgozó, aki nagyban vásárol, ahogy mondtam, őt a technológiát is ad a termelőnek, adott esetben gépeket is ad nekik, adott esetben ő szállít. Tehát az, hogy egy zöldborsót mikor takarítanak be, az nem úgy van, hogy amikor a termelőnek eszébe jut, hanem amikor a feldolgozónak van kapacitása, hogy fogadja azt a X tonna zöldborsót, mert van egy áteresztő képessége, tehát ez előre egyeztetett. Arra is képesek, és akkor itt megint bejönnek a szenzorok, hogy ha torlódás lenne, akkor mondjuk késleltessék a zöldborsónak a beérését, mondjuk két nappal késleltetni kell, akkor két napig intenzíven locsolják, amitől nem fog beérni. Vagy ha hagyják száradni, akkor még gyorsabban beéri. Értem, milyen érdekes. Ezt meg ugye hallottál a Gossens nevű megoldásról, tehát vannak ilyen... Hamarosan a sebőt is ide ültetem, és most lehet, hogy mielőbb szólok neki, amúgy én már hívogatom őt pont ezért, de akkor majd szólj neki, hogy mindenképp zaklatni. Na, akkor Sebő ezt majd elmondja, többet tud róla, mint én. Lényeg a lényeg, hogy a érést is lehet így befolyásolni, és a feldolgozóipar az tudja, hogy melyik beszállítótól mikor mi fog érkezni. És nem csak tudja, hanem sokszor ő adja a szállítóeszközt is. Ettől kezdve ott van, tehát nem úgy van, hogy egy mezőföldi termelővel van kapcsolatban, és majd sokan a megyéből hoznak valamit. Igen, hanem tulajdonképpen együtt működnek, és rálát a technológiára, amivel biztosít is bizonyos dolgokat. Megakasztalak egy másodperc, hogy amíg legyen időd egy kicsit még a sörrel kortyolni, és akkor én közben mondanék egy másik sörről egy pár szót, addig legalább egy kicsit te is utol tudsz érni. Mert én már megmondom, hogy megláttam. Igen. Hát jó sörök viszonylag könnyen csúsznak, hát erről szól a történet, tehát ezért van ez így kitalálva. Na figyelj, mondok akkor egy-két dolgot, amit most fogunk meginni, mert amúgy erre vonatkozóan is készültem, viszont itt egy hosszabb szöveggel készült, és majd csak utána fog, nem, először felbontom a sört, és meg tudod kóstolni, és amíg iszogatod egy kicsit ebből a másik sörből, addig gyakorlatilag elmondom a sörgyárnak a történetet, aztán utána azzal szeretném folytatni, csak azért, hogy így lehessen fejben felkészülni, hogy muszáj lesz a szenzorokról azért, és azról is egy pár szót szólnod, mert szeretném, hogyha így szépen felszeretelnénk ezeket a dolgot, hogy amikor a beszélgetés véghez érünk, akkor mindenki egy kerek egészt lásson, hogy kezdődött onnan, mert én nem akarom ott, hogy megálljunk, hogy csak egy címke kerül rá, de honnan lesz ez a címke? Tehát az fontos, hogy értsük. Na, tehát amit most fogok tulajdonképpen neked veled megkóstoltatni, azt mondja, ez a Rohozec Kalák Svetlik Lezsák. Ez egy világos 5%-os 11-es barinfokos sör. Hopp, várjunk csak, nem lehet, hogy az előbb ezt olvastam. Az előbb ezt olvastam, akkor rosszat mondtam. Képzeld el, ilyen bakit. De ezt lehet, hogy úgy kellett volna profit csinálni, hogy na akkor figyelj, és akkor csak kicserélve a címkét. Na akkor figyelj, amit az előbb itt tudunk. Na az volt a Rohozec
pockálák világos, tehát az volt a világos 4,2%-os 10-es balint fokkal, tehát amit most fogunk inni, az a 11-es, de az előbb volt a 10-es. Rendelkezős nevét, azaz a pockalák elnevezését az egyik híres homokkőoszlop, hát igen, ez maradt ki akkor. Hát itt látszik, hogy még tabletről nem olvastam. Egyik híres homokkőoszlop kisebbik testvéről kapta a nevét. Ugye frissítő, laza, keserűség jellemzi, ez volt az előző. Igazi szomjoltó darab, egy nehéz fizikai munka vagy sportteljesítmény után elképesztő jól esik ez a sör. Optimális megoldás a gyors energia és folyadék pótlására, tehát ezt tudtuk az előbb, ez a sör nem akar több elményre anyag szánt, tehát nincs benne semmi extra, de tökéletesen hozza azt, amit egy tízes csapsörtől elválhat, a szomjúságot oltó emberfia. Többen is ezt a sört hozzák fel a tízes csap vagy ivósörök tökéletes mintájának. Tehát ez volt az előző. Hogy ez mennyire igaz, azt a 2019-es év Cheshire díj és a Cheshire Barátok Egyesülete által kiosztott, ebben benne vagyunk, tehát az évsőre 2000 díjak is bizonyítják. Azt tudni kell, hogy a csehek között is gyakran ezeket a típusú tízes söröket a lesajnál vízízű sör kategóriában tartják számon, áll a nagyüzemi sörfőzdék áldásos hatásának. Akik ezeket a söröket igencsak a lőre kategóriába degradálták, már akiknek van a termékpalettán klasszikus tízes csapsör egyáltalán. Egyenes sör, semmi komplikált gérbe-gúrva ízvilág, ezt ittuk, közepes malátás íz és elegáns nem tolakodó keserűség jellemzi, attól még ez is a klasszikus nyitott káros alsóeresztésű eljárással főzött csemaláta és pomló felhasználással készült. Hát ez volt az előző, és akkor mostanit akkor csak annyit hiszem, visszahozva, hogy most akkor a 11 fokos, tehát szárazanyag tartom, itt egy picit magasabb lesz, akkor itt lesz az, amit mondtam az előbb, hogy itt van egy ilyen cukros utó íz, akkor ezt kell figyelni, az előzőnél figyeltük, de azt nem éreztük, én sem éreztem, úgyhogy nem is akartam ebbe belemenni. Hát igazából nem is találok olyat, amit úgy kiemelnék. Hát az enyhe malátás illat, amit talán még itt malátás íz lassan harmonikusan lép át, úgyhogy ezt fogjuk majd megkóstolni. Viszont a magáról a gyárról azért mondok egy fotót, valószínűleg nem hibázok, azért ezt így bemutatom nektek. Nem úgy különben, amikor elmegyünk egy ilyen kocsmába és ott is magyarázunk, ott is néha össze-vissza veszi az ember, főleg a sörözik. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ezt talán megbocsátják nekem, de mindenki bízom benne, hogy te legalább, ha már itt sörrel próbálok itt adni, megbocsátod nekem. Ha rossz a szöveg, attól még a sör lehet jön, nem? Na, úgyhogy azért mondom, hogy kapsz egy kis helyzeti előnyt, mert most én tudok egy röviden beszélni, és akkor te tulajdonképpen addig meg előre tudsz futni a sörrel, aztán majd utolérlek. De az egy kocintás elején mindenképp, aztán majd itt úgyis készítenek rólunk egy-két szuper jó fotót is, amit majd felrakunk. Érzel egy kis egyenlecsemé és a cukornál? Igen, ez már tartalmasabb is. Na mondom, megyünk fölfelé. Na, mit kell erről a sörfőzdéről tudni? Te is adsz infót, én is adok egy-két kevesebb. A cseh sörfőzdék léptékével mérve fiatal, de hányatott sorsú sörfőzde megalakulása 1907-re tehető, amúgy ez így nézzük tényleg egy fiatal, amikor is a környékbeli kocsmárosok fellázadtak a sörkartelezés ellen és saját csoportot alakítva kijelentették, hogy önállósodnak és saját sörfőzdét építenek. De hol is? 1909-ben további tagokkal bővülve elkezdték keresni a megfelelő helyet, a Izerra folyó mentén, és 1909-ben pedig már a létező kocsmárosok egyesületének a sörfőzdéjére csaptak le, amit éppen felkínáltak eladásra, a Turnov város melletti Mali Rohozec-ben, Mali Rohozec, így mondjuk, rá is van különben írva ez a Rohozec minden egyes sörre. Az eredeti lázadókhoz közben annyi egyéb kocsmáros céhek és kis sörfőzdék csatlakoztak, hogy 1910-ben végre elérhető közelségbe került a saját sörfőzde. Alá is írták a szerződést, és elindult a régi romos sörfőzde felújítása. 1935-re már évi 43 ezer hektoliter sört főztek, ezzel a 27. helyre kerültek a 328 csehországi nagy sörfőzdék ranglistáján. Az 1948-as államosítás után botrányos sörök készültek itt, és az 1994-es kis privatizáció, azért ez így időzőjelben van,
A vegetáló állapotból gyakorlatilag tönkszélére sodorta a sörfőzdét. 2004-ig kellett várni, amíg hozzáértők felvásárolták az adósságokban úszó sörfőzdét, és a sörfőzde Pivovar Rohozet részvénytársaság néven kezdett el létezni. Idővel felújították, stabil alapokra helyezték a sörök minőségét, bővítették a kínálatot és az értékesítési teret növelésére az eladások is jócskán megugrottak. És hogy merre található ez a sörfőzde, talán ezt így a végére, hihetetlenül látványos, magas és bizarr homokkő oszlophegyekkel teleszór, csehparadicsom ez a Ceszkirály, nyugati oldalán nem csoda hát, hogy söreik elnevezése is többek között az itteni hegyek nevét is viselik. A vizet a hegység forrásaiból nyerik, és a klasszikus cseh alsó erjesztésű ászoksörök mellett kiki kacsingatnak az új hullámos sörök irányába is. A rohozeci sörök egyik jellemző egy édes kis lecsengésű sörök. Hát, ezzel gondoltam meglepni téged, úgyhogy ez azért is különleges, mert ez a cseh sörkultúrában valóban egy nagyon fiatal sörnek mondott, viszont elég hányatott sorsú volt, és most tulajdonképpen felszálló ágban van, mondhatjuk így, köszönhetően a befektetőknek, és hát remélem neked is elnyeri el a tetszésedet. Szerintem ez a második sör, amit most kóstolunk, ez már egy testesebb ízvilágot képvisel, úgyhogy akik ott a képernyő előtt ülnek és velünk söröznek, azoknak a legjobbakat kívánjuk. És elnézést az előző kis bakért. Mondhatnám, hogy kisványos zavaromban, mert úgy megborzasztott a sör, vagy nem tudom, tehát nagyjából ennyi. Na de térjünk is vissza egy kicsit rá, és szeretném akkor, hogyha belemennénk abba, mert eddig szó volt arról, hogy milyen kapcsolatban áll tulajdonképpen a felvásárló, vagy a gazdával, vagy kisker, nagyker, a szállítóláncok és a többi, de picit a technológiába is másszunk akkor bele, hogy hogy kerül a címkére tulajdonképpen az a paraméter, amiről az előtte beszéltél, hogy egy szenzorokról van itt szó. Hogy jönnek meg az egész rendszert mondd el, hogy a szenzorok után mik a mit, hogy értsék a kérdeznének. AgroSense-t is azért kevertem be, mert ez is egy szenzor csomag gyakorlatilag. Tehát az a időjárási adatokat rögzít, itt a vannedességet rögzít, napfénytartalmat, hőösszeget rögzít. Van egy nagyon érdekes összefüggés, amár hőösszeg. Van nekik rovarcsapdájuk, szelektív rovarcsapda. Például alma esetében a almaolaj, az van a rajzás, így ezt a rovarcsapdával lehet monitorozni, mikor van a rajzás, és a rajzás után x nappal akkor kell permetezni, mert kikeltek a rovarok. Ahogy a hímek egyből megjelennek, ugye a csapda környékén, ugye a feromon miatt. Így van, ez egy feromonos rovarcsapda, viszont ha hőszeg analízist is végzünk, és nincs meg az a hőösszeg a kevési időszakban, aminek meg kéne lennie ahhoz, hogy kikeljenek, akkor nem kell permetezni. És ez azért marha jó, mert a AgroSense, tehát egy ilyen technológia, az meg tudja mondani, hogy volt szükség permetezésre, nem volt szükség. Ha nem volt szükség... Ez költség is. Tehát azért ki kell mondani, hogyha egyszer permetezünk, az nem jó a gyümölcsnek sem, de nem jó a gazdának sem, mert gyakorlatilag iszonyú költségek. És valami lenne permetezni, tehát itt már nem nagyon kell bizonygatni, nagyon ostoba, akkor is permetezni, amikor nem kellett. Tehát ez is egy ilyen alátámasztó dolog, hogy egyrészt a permetezésen akkor van benne, hogy abban az időszakban nem permetezett, de a miértet azt meg alátámasztja az, hogy szenzorokkal mértük azt, hogy milyen időjárás volt. És hogy indokoltak is sem. Világos. Igen. Most a szenzorok rengeteg helyen megjelennek, tehát vannak a modern talajmegmunkáló gépek, betakarító gépek, bármit nézzünk, hát egy palató gép is, vagy egy kombájn, az méter, 10 négyzetméter pontosággal meg tudja mondani, hogy amit ő betakarított, abból volt gyomor, nem volt gyomor, ezt el tudja különíteni, és ezt mind, ha úgy tetszik, naplózó, és át lehet tőle venni.
Most ezek is nagyon fontos információk. Ezek a terapi szenzorok mihez kapcsolódnak? Tehát egy olyan IoT készülékhez, ami gondolom vezeték nélkül kommunikál, és hozza be feltételezem egy felhő szerverre. Csak azért, hogy akik hallgatják, hogy értsék, hogy az IoT hogy kapcsolódik ebbe a történetbe. Így van, és itt többféle technológia ötvöződik, ezért is egy ilyen fejlesztésnek sose lehet vége, mert megjelenik egy új kombány, adott országban vagy adott területen más mikrometeorológiai eszközöket használnak. Tehát a termelőnélet megjelenik. Ugye ha van egy növényvédelmi berendezés, egy öntöző berendezés, az is naplózza, hogy mit juttatott ki, hol juttatta ki, milyen mennyiségbe juttatta ki. Ez mind-mind belekerül a mi rendszerünkbe, és háttérinformációkat megjelenik. Aztán amikor bemegyünk a feldolgozó üzembe, ott ugye nem csak vannak mindenféle berendezések, adott esetben tisztítják, berabolják, sok mindent csinálnak vele. Az összes fázist, vagy mondjuk egy zöld posor esetében átmegy egy színosztályozón, ami szép tudja válogatni a sárgóban a szemeket a valsóban a zöld szemektől. És itt mind-mind szenzorok dolgoznak, aztán jön a csomagológép, ott is szenzorok dolgoznak, az ugye nem egy egyszerű mutatvány, amikor mondjuk egy zacskóba csak három darab karfiol rózsa kerülhet, de minimum kettőnek majd meg kell lennie. És akkor ez is mind naplózódik, vagy az, hogy amikor már mondjuk egy 25 kilós dobozolt, tehát kartonban berakják a 40 dekás zacskókat, az átment fémdetektorról, nem ment át fémdetektorról. Amikor azt mondtam, hogy 100 vagy annál több paramétert tudunk minden egyes zacskóról, akkor ilyen paraméterekről beszélünk. Ezek adódnak össze, tehát gyakorlatilag akár még a szinkónak a figyelése is például, tehát ahogy mondtad, vagy a darabszám figyelés, hogy 3-ról vagy 2-ről van szó. Igen, például. Igen. Tehát azért nem gondolná egy átlag ember, amikor megvesz például egy ilyen fagyasztott árut, hogy milyen folyamatok vannak ebben a történetben, és azért lehet látni, hogy kezdted akár avval, hogy különböző terepi szenzorok kint vannak még maga a szabadföldi termesztésben, tehát akár például akár a levélnedvesség, ugye, amiről beszéltél, a talajnak akár a nedvességének a figyelése, hogy a hőösszeg az egy nagyon komoly történet, mert azért aki nem tudja, annak azért le lehet mondani, hogy ugye a technológiai hőmérséklet nagyon sokat meghatároz, tehát az, hogyha durván meleg van, nem gondolhatja senki azt, hogy akkor mindenképp jó ez a növénynek, mert van egy bizonyos hőmérséklet, talán a kukoricán aztán 25 fok fölött már igazából megáll a növény, addig vár, és akkor nem működik a történet, összezár tulajdonképpen, és meghatározza, hogy utána 5 fok alatt ugyanígy, tehát van egy bizonyos technológiai hőmérséklet, amikor ő tényleg nő, fejlődik, érik, akkor így mondanám, és a fölött vagy az alatt pedig nem. Mint egy ilyen sáv gyakorlatilag. És ezt a kiskertbe termelők lent a legalsó szinten is látják, hogy augusztus 20 után kizöldül megint a kert, ami eddig állt és várt, az beindult. Ezek érdekes dolgok. Igen, csak amikor ezt mérni is tudom, akkor számolni is tudok, a következményekkel tudok előrejelezni. És hát ugye nem áll meg a szenzorok szerepe a feldolgozónál se, mert utána következik a kiszállítása. Egy mélyfagyasztott árnál roppant fontos az, hogy ezt milyen hőmérsékleten meddig szállították, tehát szállítás közben sem. Hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg, gyakorlatilag erről szól, ugye? Nagyon érdekes különben az egész vetülete, amit elmondasz, és azért teszek hozzá, mert nagyon szerényen mondod el a dolgokat, ami nekem nagyon tetszik, csak lehetséges, hogy nem biztos, hogy neki meg tudja azt a részét fogni, hogy ez egy ökoszisztéma, azért kimondhatjuk, nem? Tehát, hogy én legalábbis most nekem úgy tűnik, hogy azt mondják ilyen viccesen, hogy hát van ez a Mikszáti idézet, hogy minden lánc annyira erős, mint amennyire annak a leggyengébb láncszem, és itt azt látom, hogy sok láncszem van, ami össze van egymással kapcsolódva, és ha bármelyik láncszem effektíve nem elég erős, nem tudja megtartani, akkor teljesen mindegy, hogy mit végeztél el, például a hűtési lánc megszakad, akkor lehet, hogy az áru gyakorlatilag megromlik, vagy átmegy a minőség egy olyanba, ami első osztályból másodosztályúvá válik például. És már nem annyit ér, nem?
Jól érzékelem ezt? Ez abszolút így van, és nem csak a mély fagyasztott árukra igaz, hanem a nyersanyagokra is. Tehát ha mondjuk egy gurós málnáról beszélünk, akkor ott nagyon fontos, hogy amikor azt a málnát leszették, akkor milyen volt a páratartalom, azt a napnak melyik szakaszába szedték, amikor leszették és felrakták a teherautóra, mondjuk egy pontvásra, akkor az ott hány órát volt, mert ha sokat, akkor látszani még nem látszik, de megjelenhet a pompenész. Tehát itt a látható dolgok, meg a következtethető dolgok, ezek abszolút összefüggnek. Közben még ami gondolkozódik, hadd kérdezem, és amikor gyűlnek nálatok az adatok, mert azért itt számos adatot, ahogy mondtad, ha csak 100 paramétert mondom, milyen mintavételezési gyakorisággal gyűjtitek be mondjuk példánapokáig az adatokat. Most nyilván feltételezem azt, hogy egyes területeken sűrűbben, más helyen kevésbé sűrűbben kell, de azért itt hatalmas mennyiségű adat. Tehát a Big Data az itt kimondható, hogy itt hatalmas mennyiségű adatokról beszélgetünk, és azért ezeknek az összefüggéseit, ezeknek az analitikáját azért itt komoly rendszert kell elővé tenni, és valószínűséggel, hogy mesterséges intelligenciát is kell alkalmazni, akár vagy predikció, vagy bármelyik szempontjából, nem? Ez így van, tehát ez egy, ahogy gyűlnek az adatok, ez egy kincses tár, és arról még nem beszéltem, itt eddig csak a zöldségekről beszéltünk, mert most a málnát egy picit belekevertem. De itt egy valamiféle értéklánc mentén történő követésről lehet szó, ami minőségileg megemeli az egészet. Tehát egyik kiinduló pont az ugye a termőföld, ahol a zöldségek termelődnek, de termelődnek gyümölcsök, vannak kalászosok, és ami egyik cég számára már végtermék, az a másik cég számára következő ponton, az csak egy nyersanyag. És ha veszük a kalászosokat, akkor van a paratás, lesz belőle búza, akármicsoda, azt majd egyszer elviszik a malomba. Ugye a gazdának, illetve a termelőnek a búza az a végtermék a malomnak, az egy nyersanyag. És ő abból majd csinál lisztet, ilyen lisztet, olyan lisztet, olyan lisztet. És amikor elmegyünk egy tésztagyárba, akkor a tésztagyár számára a liszt a nyersanyag, amiből ő majd csinál valamit. De lehet, hogy ő csinál egy leveles tésztát, amiből egy harmadik cég meg csinál egy gyümölcs felhasználásával készített süteményt. És akkor most már a negyedik elemnél tartunk, és az egésznek a ereje akkor jön meg, amikor ezt az egészet végig lehet követni. És azt mondod, hogy a leggyengébb láncszem az a kritikus, hát ilyenek vannak nyilván, mert ha ez bárhol megszakad, akkor az nem mondja jó. De ha tésztagyár, akkor ott már bejön a képbe a tojás, ha bejön a tojás, akkor bejön a tyúk, bejön a baromfi takarmányozás, és ennek az egész módszertannak, technológiának akkor jön be a hatalmas nemzetgazdasági szinten is képesztő értéke, amikor ezt minél elterjedtebben fogják használni különböző területeken, amihez persze meg kell teremteni az érdekeltséget. A feldolgozó iparnak megvan az érdekeltsége, de neki igazolnia kell tudni, hogy miből mit csinált. De a végfogyasztó az nem biztos, hogy ki tudja tőle követelni, de állami szinten vannak ellenőrző szervezetek. A ellenőrző szervezeteknek szintén lehet inputja egy ilyen szoftverből származó adat. Van erre amúgy már igény. Tehát igazából amúgy én ennek a tudományos oldalát zseniálisnak tartom. Azért mondtam ezt a szót, hogy tudományos, mert annó visszaemlékszem, mikor még iskolán, általános iskolában még a vetésforgót tanultuk, és hogy ez egy magyar, mondhatni nevezhető innovációnak, hogy gyakorlatilag annó a gazdák rájöttek arra, hogy ha vetésforgót alkalmaznak, akkor úgymond nem merül ki a táptalaj, és újra vissza tud
hogy rekultivál, regenerálódni, nem tudom mi ez a jó szó erre. És most ez az egészben a legérdekesebb, amit most mondasz, hogy nekem úgy érzem, hogy most itt a 21. században meg egy újabb innovációban, hogy már kicsit tudományosabbra tettük azt a fajta dolgot, hogy csak termelünk, hanem azt is, hogy vizsgáljuk a termelésünknek a különböző tényezőit, hogy mit hogyan tegyünk, vagy miért ne tegyük. Tehát így a döntés előkészítés eddig úgymond a gazdára volt rábízva, hogy ő mennyire értette ahhoz a dologhoz, amit ő, és ezért volt különbség szerintem, nem csak a föld, hát a föld is meghatározta nyilván, tehát egy olyan talajon, ami tényleg abszolút alkalmatlan mindenre, azért nem tudsz csodákat tenni, de ha alkalmasabb a föld valamire, akkor ezzel még azt mondom, hogy meg tudod még többszörözni akár a termést, vagy a minőséget, nem? Hát, tudod fokozni. Így van, a minőségit el tudom különíteni, a nem minőségitől. Itt van egy nagyon rossz hír, azt mondják, hogy a 19. században a föld humuszréteg vastagsága, átlagos humuszréteg vastagsága 20-22 cm volt. Igen. Ma ez 2. Igen. És rohamosan fogy. Ez a intenzív mezőgazdasági technológiáknak köszönhető. Hát kifáradtak a földek gyakorlatilag, nem? Igen, megint bejött az állandó vészántás, ami egy, most azt mondják, hogy egy teljesen rossz irány volt. Aha. Van egy mérgezett föld nevű videó, így jó van, érdemes megnézni, teljesen döbbenetes dolgok jönnek belőle. Igen. Tehát a egyik motivációja, hogy legyen egy ilyen rendszer, közben iszom egy kortyot. Igen, mert közben van kérdés is mindjárt hozzád, úgyhogy muszáj azt is, csak megvárt még ezt a gondolatot befejezett. Na tehát, amikor nagyon büszkék voltunk, és mi még azt tanultuk, hogy ez a mezőgazdaság milyen roppant pozitív dolog, és nagy táblákkal kell ugyanazt termelni, mert az úgy hatékony. Most meg hát a biodiverzitás abszolút felértékelődött, és amit régen rendetlenségként éltünk meg, hogy ott van a 200 pofölt köztetnek a szállatlan rész, most ezt nyugodtan teljesen tudatosan csinálják azért, mert különben kipusztítjuk az én világot, de ez egy oldalában művel most. Nem, amúgy nekem ez is azért tetszik, mert tizedikes a fiam, és biodinamikus kertészetben egy hetet kellett kötelezően dolgozni. Mi magunk is meg voltunk döbbenve, amit elmesélt, hogy mik vannak egy ilyen biodinamikus kertészetben. És ez egy csodálatos történet, és ők számára is érdekes volt, hogy így is lehet termelni, vagy így is lehet állatot tenyészteni, és a többi. És ott például nagyon érdekes volt egy mondat, de nem akarom én is a témát más irányba terelni. De például ugye ott az állatnak a jól tartása, ugye az is egy nagyon fontos tényező, meg az, ahogy tulajdonképpen a végén ki kell mondanom, ahogy megöljük, mert hogyha ha stresszben hal meg, akkor sok kortizon szabadul föl, ami például a mi szervezetünknek nem tesz jót, például amikor a húst megesszük és a többi. És például ilyen dolgokra nagyon érdekes, hogy ma már ilyen dolgokra is kvázi kiterjed a figyelem, pedig korábban erre viszonylag keveset adtak, vagy nem is tudom, hogy elfogadták ennek a tényét, hogy van egy ilyen dolog. Viszont kíváncsi más is amúgy rád, és muszáj ilyenkor Nórának is meg, akik figyelik itt elegetten, nem? Úgyhogy, és innunk is kell, mert itt amúgy ez fél óránként meg kell inni itt egy sört, mert három sör az úgy fog elfogyni, hogy csak na. Tehát Nóra kérdezi, hogy meg szabad kérdezni, hogy az előrejelzés milyen módszertannal történik. Azt írja, hogy gondolom statisztikai módszertanok jönnek szóval, de még akkor, ha nem, ugye? És majd utána van egy másik kérdése, de azt majd először erre kérnék, hogyha próbálj válaszolni, hogy milyen, tehát az előrejelzés milyen módszertannal történik? Ez minek az előrejelzése? Itt beszéltem arról, hogy például az önborsó érését lehet lassítani. Például én erre gondolok itt ebben az esetben, aztán ha nem ez lesz, amire válaszolsz, akkor Nóra majd hozzáadni. Ezt hogy... naponta ellenőrzik, megmérik a zsengeségét, tehát vannak jó bevált módszerek, például egy zsengeségméréssel, vagy egy szemlegyság meghatározással. Igen, láttam én is, hogy tolóvérővel megmérték például amúgy a borsószemet, én is láttam ilyet például filmen.
De akkor ezek szerint ezen kívül nincs más, vagy csak amit az előbb példa, hogy a hőszeg és a többi, tehát hogy ezekből is lehet számolni. Persze, tehát... a hőszeg az nagyon fontos, tehát igen, abból lehet számolni. Most nem akarom a szádba tenni, de azt azért én is tudom, hogy körülbelül hány óra, aktív óra szükséges, mondjuk mit tudom én milyen növénynek, és a hőszeget figyelembe veszük, akkor ebből ezekből predikciókat lehet előállítani. Például ez a hőszeg is számít, meg az is számít, hogy a nappali hőmennyiség, éjszakai hőmennyiség, tehát ha van ideje visszahűlni, például vannak olyan, és akkor elkalandozott bortermelő vidékek, ahol éjszaka jelentősen lehűl, mert magas helyen lábánál van, nappal a Duna behozza a meleget, jó meleg van, száraz levegő, a szőlő érik, éjszaka lehűl, és így a sava is sokkal jobban megmaradnak. És sokkal több ízlelő van. Hát ezt például nem tudtam. Ausztriában van ilyen borvidék, hát Ausztria elárasztja lassan a boraival a világot. A világ hívő magyar borokat meg kevéssé keresik, de ez mindig egy másik történet, zárulják a zárva. Jó, tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy ezek a módszertanok egyrésztől beszéltünk akár statisztikáról, de beszélhetünk itt arról is, hogy megvizsgáljuk azokat a fizikai paramétereket, aminek mondjuk rendelkezik. Két példát is mondtunk, ugye a hőszeg alapján való tűzrejelzésre, az egyik a adott zöldség, például a zöld borsó vagy csemege kukorica érése, leszedhető állapotba kerülése, a másik a almaolaj volt, aminek a kevését befolyásolja a hőszeg, és ehhez nem kell kimenni, otthon okostelefonon meg lehet nézni, és lehet döntést hozni. De ez már jó, hogy okostelefon is van, akkor a történetben. Hát mindenütt van okostelefon, tehát természetesen a dolog végén a okostelefonban az oldalig túl vagyunk, hogy be kell menni az irodába, és nem, vagy azért mindig ki kell mondani, hogy azért az emberek lássák, hogy már a gazdáknak a kezében nem kapa van, hanem okostelefon van. Tehát a kapa az már automatizálva van, traktorral, vagy nem tudom. Oké, azt kérdezi még Nóra, azt mondja, illetve osztályozás is történik, esetleg neurális hálóval, ez így zárójelben van, vagy előrejelző modellek építésén van a fő hangsúly? Amikor osztályozás történik, akkor ez valamiféle mérések alapján történik. Tehát a neurális háló, a mesterséges intelligencia az majd később jön, de ahhoz, hogy a bejött alapanyagokat osztályozni lehessen, nagyon sokféle mérés van. Vannak műszeres mérések, vannak adott esetben érzékszervi vizsgálatok, vagy van olyan, amikor egyszerűen megszámolhatnak valamit, és ezt is beviszik a rendszerbe, akkor erre mondok egy érdekes példát, maradunk az zöldborsónál, lehet, hogy... A végén elmegyek veszek egy zöldborsót, mert meg kellett csináltál hozzá. Igen. Van például olyan minősítési szempont, hogy X mennyiségű zöldborsóval lehet mondjuk 3 többet szem, 3 barnót szem, 3 rovarrágot szem, és akkor az még elmegy, mondjuk 1 kilóba, 5 kilóba, tök mindegy. Igen ám, de ez eddig egyszerű, a másik szabály viszont az, hogy összesen viszont nem lehet 4-nél több hibás. Tehát lehet, hogy van 3 többet, de akkor rovarrágot már csak egy lehet, barnót meg egy sem. És ez ilyen... vizuálisan ellenőrzött mintavétel, ha úgy tetszik, és ez is bemegy a rendszerbe, ez is egyféle értékelési paraméter a 80 vagy a 150 paraméterből. Itt hadd kérdezek vissza, és itt mivel ez egy vizuális, itt akkor már nem feltételezem, hogyha ma a szenzorok vannak például számos területen, akkor valószínű, hogy itt akkor valamilyen videótechnikának kell működnie, nem? Mert azért átnézni azért több millió szemet, azért az pimasz, egy emberi szemet. Attól függ, hogy látom dolgot van. Igen, mindjárt. Attól függ, hogy a adott cég milyen technológiai szinten van. Ha nincs egy mesterséges képfeldolgozásra alkalmas rendszer, akkor kiborítják és megszámolják. Ha meg van olyan rendszere, akkor abból bejön az információ, és ezért is nagyon rugalmas a mi megoldásunk. Mert
kézzel bevitt adatokat is be tudunk fogadni, meg mért adatokat is be tudunk fogadni, egy színosztályozóról, egy csomagolóról, bármiről. És ahogy mondtam az elején, azért is nem lesz soha vége, mert ezek a berendezések brutális gyorsasággal fejlődnek, és ahogy tetszik a lehetőségünk, abszolút jelentőnek. Na most arról foglalkozom, hogy csak azért, hogy fel tud te is készülni, mert bemutatom az utolsó, a harmadik sört, de előtte elmondom, hogy legyen egy kis időd felkészülni a kérdés miatt, de arra akarok amúgy rákérdezni, hogy mennyi az annyi ilyen szemét módon, hogyha én egy gazda vagyok, mondjuk, hogy én egy termelő vagyok, akkor oké, értem, hogy engem akarják, hogy én csináljak ilyet, akár az ételintolerancia, akár a visszahívás, vagy egyéb dolgok miatt, tehát nekem is ez fontos, gazdasági kérdés, de a gazdasági kérdés az is, hogy mennyibe kerül nekem egy ilyen rendszer bevezetni, vagy hogy kezdjem el ennek a bevezetését, mert nem biztos, hogy egyből beleugrik valaki az egész történetbe, hanem biztos, hogy ennek van egy ilyen bevezetési lépcsőfok, hogy mi az első, amivel el kell kezdeni, aztán ez erre ráépül ez, aztán ez követi, tehát valami ilyesmikre akarok rákérdezni, meg az, hogy ennek a megtérülését hogyan kell időben értelmezni, egy év, két év, egy hét, mert nyilván azért itt az is van, hogy amikor termelünk valamit, hát az időjárástól is függünk, nem? Tehát azért mondjuk ki, hogy szeretnénk mondjuk nagyon jó barackot, az idén nem volt olyan sok például, de mondhatnám az almára is, tehát most az idei gyümölcs termés az, hát hogy is mondjam, nem volt az, ami látványos, tehát ezt így kimodell. És nyilván azért a gazdáknak a megtérülés azért az is egy szempont, és számolni kell nekik a rossz esettel, ha ez meg ez nem jön be, akkor mi van ezzel, ugye? Így van. De közben készülj föl, ne válaszolj egyből, készülj föl, gondold át, aztán én közben annyit elmondok neked, hogy mondtam ezt az utolsó fél kortyot. Na. Amit most fogunk megkóstolni, és így bemutatom így mindenkinek, hát azt mondja, ez a Rohozec Trnasta Tmavi Speciál. Stefán mindig rög rajta, amikor megpróbálom úgy kimondani, ahogy sejek, de hát nem, mit csináljak. De elsősorban nagyon érdekes volt. Viszont odaadom neked, te tölts ki mind a kettőnek, eddig mindig én töltöttem, de magadnak töltöttem. Végig a kezedben volt az üveg, és mondtad a kapcsolódó szöveget, és nem értettem, hogy hol van erre az üvegre ennyi minden ráírva, de aztán kiderült, hogy ott a de igen, azért puskázok, hát figyelj ide, egyrésztől azért, mert megpróbálnám elmondani ezt úgy, hogy puskázás nélkül, attól félek, hogy már ezek a sörök azért, én azt mondom, szeretem a sört, de amikor már a hármat megiszunk, még a ketten is, ráadásul ezek ugye emelkedőbe mennek fölfelé, valami fog tekintetében, ez lesz a legerősebb, ezt csak úgy finoman megjegyzem, így kezdődik, figyelj, barna, 5,9%-os, tehát az előbb, tehát azért mondom, hogy úgy indult ez. 4,2. Igen, 4,2, aztán volt 5%, és most 5,9, tehát ez majdnem 6-os, és 13-as a balinfok, tehát a szárazanyag tartalom, tehát ez már a pimasz kategóriába tartozik. A sör nevében a Trnasta azt is jelenti, hogy 13-as, mint minden nagyüzemi barna sör, ez is jellemzően enyhén karamellás kávés, enyhén gyümölcsös ízű és illatú sör, várja az illatát. Van valami. A festő malátától, amit nem vittek túlzásba, van világosabb, rubinos barna színe. Hiszen nem egy porter vagy stout típusú, stout, jó, oké, nem egy porter vagy stout típusú sör, annyi szent. Nem is annak készült, az illata édeskés, a komlózása visszafogottabb. A habja sűrű, hát azért sűrű, függetlenül attól, hogy azt mondja, hogy a sűrű vészínű, amikor megszáll, sokáig stabilan tartja 3-5 mm-es vastagságot. Azért ez tényleg így van. A hab a sörnél nagyon fontos, elzárja a sört az oxidációs folyamatoktól. A sörteste kimondottan malátással már-már kövér. Természetesen ez a sör nem a parti sörök királya, tehát ezt azért így ki kell mondani, tipikus nőkedvence sör. Iható barna, de nem az a barna erőszakos sörfajta, amit az emberek egyszer csak teleportál egy párhuzamos világba, ez csak azért akartam kimondani, hogy bármi lehet. Stefán, megjegyzem, őrültség, amit összeírtál, de imádom.
Azt mondja, az ízlelő bimbókat nem fogja felrobbantani, de mégis kellemes emlékeket idéz majd az íze. A sörgyár szerint a barátnőnkkel, feleségünkkel szeretnénk beszélgetés során sört inni, tehát gondolj vele egy ilyen ajánlás, akkor ez egy jó választás. A 2018-as év csesöre, a Zsateci Komolőnep első helyezettje 2018-ban, az évsőre speciál kategóriában 2019-ben, és ugyancsak a Cheshire Barátok Egyesülete által kiosztott az évsőre 2019 díjat tulajdonosa. Tehát tulajdonképpen ezzel koronázzuk meg a mai beszélgetésünket, mert ez a legtöbb díjat elnyert sör, és hát akkor egészségedre köszönöm tényleg, hogy itt vagy, Gábor, és amúgy fantasztikus, érdekes dolgokat mondasz, ezt most komolyan mondom, én régóta ismerlek téged, de most így kimondom, nem udvarlásképp, bár azért a sört már érzem, de azért így kimondom, ez a legérdekesebb téma, amivel veled kapcsolatban beszélgettem, mert azért ugye a járművekhez kapcsolódó, vagy az ipar 4-hez kapcsolódó megoldások is nagyon szuperek, de megmondom őszintén, ebben annyi lehetőséget látok, hogy semmiben nem láttam ennyit, mint amit eddig foglalkoztam, és ráadásul itt azt látom, amit itt meg kell jegyezni, és majd erre is kérem, hogy térjél ki, hogy te milyen partnereket keresel még ehhez az együttműködéshez, mert én azt gondolom, hogy te számos céggel tudnál együttműködni, és itt gondolok akár fejlesztőre, gondolok akár értékesítőre, gondolok akár gazdára, gondolok akár beszállítóra, vagy feldolgozóra, tehát... Ugye nagyon sok cég egy-egy szűktorokra specializálódik. Vannak olyanok, akik például a mezőgazdasági gépekből kinyerhető információk kinyerésére, feldolgozására specializálódnak. Ők nekünk ideális partnerek, mert mi nem akarunk mindig a dolgok legmélyére leásni, az életben nem végeznénk. Ahogy annak idején benneteket is kerestünk ezzel a járműkövetéssel kapcsolatos sztoriban, egyébként épp a héten egy 6000 autós cégnek tartottunk bemutatót, és kedden adunk egy 1100 autósnak tenderajánlatot. Különleges. De maradjunk ennél, mert ez annyira, nekem annyira tetszik ez az egész projekt, hogy... A elején kérdezted, hogy miért pont ezt választottam, amikor vannak más érdekességek. Meg hogy mennyi az annyi, tudod, mert ez lesz majd a következő, de miért ezt választottad ide? Örülök, hogy ezt választottad, ezt megjegyszer. Ezzel a dologban, ami... Hát a 90-es években kezdtünk el foglalkozni, még teljesen más cégzászló alatt, és ahogy az élet zajlik, az ember időnként átmegy másik cégbe, és akkor a V2-t megcsináltuk egy másik cégbe, és most a V3-at fejezzük be éppen novemberben. Ugye először megcsináltuk 90-es évek tüppelbe, aztán 2000 környékén négyéleszkedők, egy már 9 szerveres, akkor nagyon modern megoldás volt, most pedig egy még konkurenses és csak böngészén vált működő megoldás van a befejezés előtt. A nagy bánatom az volt, hogy én ebben 25 éve is nagy fantáziát láttam, de a piacot nem nagyon érdekelte. És mondok egy példát, eladtuk például egy szlovák hűtőházban. Mert a itteni egyik partnerünknél jártak, és hát a nyáluk elcsöppent, hogy ilyen a világon nincs, hogy ennyi mindent lehet tudni. Lelkesen megvették, felét kifizették azonnal, a másik felét azt 3 hónap múlva ígérték. Majd 2 hónap múlva telefonáltak, hogy nekik mégse kérdez a szoftver. Miért nem kell? Mi baj a szoftvernek? A szoftvernek semmi baj, az nagyon jó, de az a helyzet, hogy olyan a piac, hogy megveszik a nyersanyagot, legyártják, koppan, elvitték. Tehát semmi értelme nem volt úgymond ennek a hókusz-fókusznak, mert ennélkül is azonnal elvitték. Tehát egy piaci szívóhatás volt a termékeikre, nem volt szükségük rá. Ez egy fölösleges munka volt, hogy 1000 paramétert bevigyenek, elemezzék, amikor ez a kutyát nem érdekelte, mert hiány volt ilyen termékekből. Tehát valós piaci igény nem volt rá az ő nézőpontjukból, nem? Így összefoglalva. Az ő termékeit ennélkül is eladható. Ahogy tetszik, igénytelen volt a piac. De voltam nagy nemzetközi csokoládégyárnál,
ők elmondták, hogy már a kezd megvan oldva. És hogyan? Kockás papírrészsel kiválunk. Tehát egészen más szint. És amilyen most harmadszor is meg kifutottunk, és most ez abszurd látom benne a hatalmas fantáziát, hogy most viszont látszik, hogy a piac ezt igényli. Tehát megjelentek a tudatos vásárlók egyfelől, de állami közgatásban is megjelentek ezek az igények, egyáltalán a piacon megjelent ez az igény, hogy átláthatónak kell lenni annak, hogy mit teszünk meg. Tehát most az látszik, hogy erre van piaci igény, akár nemzetközi is, nekünk meg van 30 éves tapasztalatunk. És hát ezt most megpróbáljuk a prófénzre váltani. Egyfelől, másfelől ez egy olyan terület, ahol olyat tudunk csinálni, olyat tudunk adni cégeknek, aminek a hasznosságát abszolút érzem. És nem a forintbeli hasznosságát, hanem a életbeli hasznosságát. Hát ha úgy nézed, te is egy vevő vagy. És ha mondjuk példának okáért neked, vagy bocsánat a feleségednek, bármelyik őtöknek lenne valamilyen ételérzékenysége, vagy intoleranciája, neked is számítana az, hogy... Tele van a környezetem ilyen emberekkel. Hát azért mondom, hogy te elképesztő. És nem az van, hogy fehérjeérzékeny, vagy ilyen teljesen összetett bonyolult betegségek vannak, és nagyon fontos, hogy részletes információink legyenek arról, hogy mi teszünk, és hát ennek az egésznek az a tervezett vége, hogy te a okos telefonoddal meg tud nézni az áruházban, hogy és ebből a csomagban mi van. Amíg én szeretném azt elérni, hogy odamegyek a telefonommal, és így leolvasgatom a termékekről, és például én be tudom ütni ebből a telefonból, mondjuk az applikációban, hogy mik azok az élelmiszerek, amiket, vagy mik azok az alapanyagok, amiket én nem ehetek meg, és abban, hogy leolvassa, akkor már ki is elég, ha csak egy kiírja, hogy piros, nem kell, hogy elolvasson a terméket, piros, zöld, akkor már veszem is el. Tehát nagyon egyszerű, basic módon. Segíts abban egy kicsit mindenkinek, és amúgy Nóra nagyon szépen megköszönte, és azt írja, köszönöm szépen, ez az egész rendkívül érdekes, csak azért adjak egy kis visszajelzést neked, mert közben ezért akartam a tabletet, mert szeretem a papírt is, de ez több lehetőséget ad például arra, hogy így könnyebben elolvassam a kérdéseket. Mi köszönjük Nóra a kérdést, meg Gábor is. Figyelj Gábor, annyit segíts, hogy mondd el nekem, légy szíves, hogy a bevezetés, az hogy működik, hogy kell elképzelni téged, megkeres valaki, ki keres meg téged, ezzel kezdjük először, hogy ki az, aki téged megkeres, vagy nagy valószínűséggel téged megkeres. És akkor utána ez hogy történik? Például van egy ilyen konzultatív értékesítés, elmondod, hogy mik a lépések, tehát ezeket hozd meg velünk, és akkor a végén mondd légy szíves arra, nem konkrétan arra gondolok, hogy azt mondod, hogy 127.654 forint, de mondj valami nagyságrendet, hogy ezt hogy kell körülbelül elképzelni a gyakorlatban, vagy egy mérethez, vagy egy mennyiséghez, vagy valamihez, vagy tudjuk viszonyítani. Na hát, jelenleg a mi elsődleges piacunk az a élelmiszerfeldolgozók, legyen ez hűtőház, konzervgyár. Nagyon fontos, hogy itt összeraknak dolgokat. A húsiparban fordítva van, mert szétszedik a disznót és csinálnak belőle mindenfélét, az nehezebben követhető. Vagy mondjuk egy tejfeldolgozásnál azt is tudjuk kezelni, de ott is folyamatosan keveredik, tehát ott nem tudod sarzsokra szétszedni. Hát a mi elsődleges piacunk azok a cégek jelentik, akik a feldolgozott nyersanyagokat sarzsokra szét tudják szedni, és képesek beazonosítani, hogy ennek itt a vége, nyilván a futószalagon nehéz kijelölni, hogy hol a vége, ott van egy kis átmeneti mozatolás, de ez arányaiban minimális. Ha ez rendben van, akkor tűpontosággal meg lehet mondani, hogy mi van abban egy rendekház zacskóban, miközben 8-féle dolog van benne. Ez egy elképesztő. Nekem nagyon tetszik, igen, ez tényleg jó. És hogy indul a bevezetés? Tehát megkeresnek téged ezek a feldolgozók? És mit mondanak?
Gábor, szeretném tudni ezt a 17 paramétert, vagy ezt a 8 paramétert, vagy ez hogy kezdődik? Vagy azt mondja, hogy ő szeretne többet tudni, mint amit eddig tudott? Vagy elmondja, hogy ő mit nem tud, hát vagy most hogy kezdődik? A piac egy kicsit rájuk kényszeríti, hogy valamilyen megoldást itt fel kell, hogy mutassanak. Azért mondjuk ki, a tavalyi évben nagyot ment a mezőgazdaság, és szerintem idén is nem. Azt mondják, hogy elképesztő forgalmat csináltak, tehát ezt így ki kell mondani, hogy ez egy olyan piac, ami meredeken emelkedik. És azért a népesség számából következtetve ennél mindig kell. Csak nem mindegy mit. És azért ennyi embert tettek, és ráadásul minőséggel. Hát ha a megtermelt élelmiszer 30%-át kidobjuk, ezt azért tudni kell. Tehát dolog meg ezen tudatán is lehetne változtatni, az egy brutális arány, hogy... Igen, ezt én is hallottam, igen. De most maradjunk azon a történeten, hogy akkor megkeres téged egy feldolgozó, hogy kezdődik egy ilyen történet? Én vagyok egy feldolgozó, mondd el nekem, hogy én szeretnék egy ilyet. Miért szeretnék egy ilyet, és mennyibe kerül nekem? Hát ha nekem kell megmondani, hogy miért szeretnél ilyet, akkor már baj van. Tehát ha nincs benned ez az igény, én azt látom, hogy amikor így nyomni kell, akkor te ellen tartasz. Ez is jó, nem véletlenül csináltam, hogy ezt provokálok, szándékosan csinálom. Oké, tehát általában akkor jönnek konkrét igénye, milyen igényen jönnek, akkor megfordítom. Mit kérdeznek tőled, hogy mit tudsz? Ugye, ezek a élelmiszerfeldolgozók, különösen a műtőlet hatalmas tárolókapacitással rendelkeznek. Tehát egy, általában egy termelő üzembe a gyártáson van a fókusz. Egy hűtőháznál a tároláson van a fókusz, nagyon legyártja. Sok tízezer rakatnyi árut legyárt, és azt egy darabig tárolja. Saját helyen bértárolva teljesen mindegy. Itt tehát sok tízezer egység rakományról van szó. És ahhoz, hogy ő tudja tűfontosan, hogy melyik rakat helyen milyen van, ahhoz kell, hogy legyen egy ilyen rendszer, mert azzal, hogy első osztály, második osztály még egy második. Pont az ilyen igényes vevők miatt, mint mondta ezt a BB-étel gyártó, aztán lehet kiszolgálni akkor, ha nem tudod tűfontosan, hogy hol mit van, és az ilyen. És ugye a feleség gondolná, hogy mondjuk sem a répából lehet 62 féle a hűtőtérbe, vagy 128 féle, vagy 250-re beszéljek majdnem. Most de amikor én kezdtem 1971-ben, akkor én még olyan lyukasztóval lyukasztottam, hogy minden újabb egy bit volt, és fejben nem voltam. Akkor még le tudtad modellezni, mondjuk így. Zárójelbe zárva. Igen. Na, tehát ha csökkenteni akarja a kockázatait, tehát nem akar beleszaladni abba, hogy olyat ad el, ami nem is olyan volt, amit ő akart adni, akkor ő képes akar lenni arra, hogy bizonyítani tudja, hogy amit eladott, az micsoda. Ez egyszerű piaci dolog. Tehát a piac egyre igényesebb, az árakat próbálják benyomni, és csak azt tudja magasan tartani az árát, aki minőséget produkál. És mennyi az annyi? Mert igazából muszáj kiszedjen belőle. Azért nincs mennyi az annyi. Hogy működik akkor legalább? Úgy mondom, mert azért valamilyen valamilyen percepciónak kell lennie az ügyfélnek, hogy most tudja, hogy most egy 100 000-ről, 1 millióról, 1 milliárdról, tehát hogy milyen nagyságrendekről beszélgetünk, és hogy indul ennek az egésznek a bevezetése. Mindenképpen milliókról beszélgetünk, hogy ez egy-egyű vagy kétjegyű, az másik kérdés, és azért nem egyszerű a dolog, mert egy ilyen rendszer az mindig beágyazódik valamilyen másik rendszerre. Tehát egy normális cég természetesen van értékesítési rendszere, van raktári rendszere, nyilván Isten van napot hely szerinti vagy hely szerinti nyilvántartásra épülő rendszere, ezekkel interfészelni kell. Vannak gyártóberendezések, azokkal interfészelni kell. Tehát itt van a dolognak egy babja, egy keretrendszer, ha úgy tetszik, de azt be kell szervesen építeni, össze kell kötözgetni az ő egyéb rendszereivel, mert önmagában ez nem tud működni. Az is nagy kérdés, hogy a
ő beszállítóival, mit tud a beszállítóitól, milyen adatokat lehet átfogni, és itt a táblatörös pénztől elkezdve a permetezési matrónát, vagy a növényvédelmi matrónát, nagyon sok minden lehet. Tehát ezt nem lehet megmondani, hogy 2 forint, 8 forint. Arányszámokat szoktunk mondani. A flottánál, amit most kerülünk, ott például ilyet tudunk mondani, hogy egy autóval kapcsolatos költség az havi szinten 2-3 liter üzemanyag ára. Nevetségesen alacsony. Ez jó megközelítés ott, igen. Itt tudsz valamit mondani, még nem alakult ki ez, hogy igen. De értem a logikát, de előbb-utóbb szerintem, hogyha lesznek olyan use case-ek, és akkor már itt akarok a use case-ek kapcsán, hogy ez most kísérleti stádiumban tart, vagy már van olyan ügyfél, aki ebből kapacitált, tehát ő már azt mondja, hogy ő hasznosít ennek valamilyen részét. Mert ezt feltételezem, hogy ez már nem vízió szintjén működik, mert azért elég konkrét információkat tudtál adni, és ezt így nem hiszem, hogy csak így. Elmondtam, hogy 3 stációja volt ennek az egésznek. Az első 2-ből eladtunk jó néhányat, Magyarországon és külföldön is. Az első 2 alatt melyiket érted, csak bocsánat, hogy viszont? A Clipperest meg a 4G-et. Igen. De hát ami hát egy kevésbé ismert Sybase-ot, báziskezelőre épült, de tehát ez egy kényszerveres megoldás volt, ez a lényeg, nem a... De maga is az agráriumon belül, tehát azt kérdezem, feldolgozó ipari. Feldolgozó ipari belül, oké. Most van egy nagy ügyfelünk, aki mind a 3 stáció végigment, neki csináljuk most a legújabbat, illetve van egy ettől független fejlesztési projektünk, ez egy dihes, ez a digitális innovációs hab konstrukcióval történt pályázat. Itt egy biodió fókuszú projektünk kezdődik el. Ez egy valós projekt, tehát nem magyar pénz, hanem valós projekt. És most tárgyalunk többekkel, teljesen konkrétan, itt készételgyártó, más hűtőház, haltenyésztő, paprika termelő, sok minden van. Tehát most a ragasó szintet is támadjuk, a ragasó szintet is támadjuk egy ideileg, illetve hát próbálunk a legfelső rétegben is jönni, de ezt most nem mondanám ki. Jó, nagyon örülök, csak azért kérdeztem ezeket meg, mert hát van a kapcsolatomban olyan, akivel én is tudok téged támogatni, mert ez nekem érdekes, úgyhogy de ezt már úgymond a hivatalos szünetben megbeszéljük. Nem tudom, van-e még valakinek kérdése, mindenesetben Norinak nagyon jó kérdése volt. Hát én megmondom, hogy nagyon örülök ennek, még van egy olyan szűk 5 percünk, úgyhogy egy pár szót még azért kihasználok azért ezzel kapcsolatban, hogy én úgy érzem, hogy nagyon jól rávilágítottál dolgokra. Én szerintem egy nagyon érdekes téma volt, amit ma hoztál nekünk. Talán ez volt eddig a legizgalmasabb téma, amiről ketten beszélgettünk. Mert hozzáteszem, hogy többi dolgot, hogy sem hagynám figyelmen kívül, de nem akarom elrontani a mait azzal, hogy egy más fókuszt teszünk be, mert ez marhára jó volt ez az egész történet, nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Annyit még segíts ki, és hogy milyen típusú együttműködéseket keresel még, mert azt gondolom, hogy azok talán lehet, hogy információt adnának másoknak, hogy kik azok, akik vele szívesen dolgoznál. Például most úgy mondom, lehet szenzorgyártókra gondolok itt, vagy lehet még, mondhat ki például olyan feldolgozó iparon belül olyan akár konkrét cégeket, vagy akár konkrét területeket, hogy kikkel szívesen ismerkedni, kik azok, akik, mert lehet, hogy akik majd megnézik ezt a felvételt, akár utólag is, azok lehet, hogy ez nekem szól, és akkor ez egy érdekes történet. Hát első körben a hűtőházak végítőtt árukat gyártók, feldolgozók, de akár forgalmazók is, ez az elsődleges fókusz, a másik az őt kiszolgáló beszállítók. Igazából ez a két olyan terület, akire mint fizetővevőre tudok gondolni,
de itt tudunk tovább menni. Említettem a malomipar, tésztagyárakat, száraz tésztagyár. Tehát aki ebbe a... ez egy nagyon bonyolult pókhából szerű... Kicsit szövegényes, de értem. ...sztori. Tehát igazából aki... akinek amit megvesz, az alapanyag is abból lesz a késztermék, mert ha úgy, ahogy elmondtad a legelején azt a fajta láncot, ezt az értékláncot, hogy gyakorlatilag a gazdának nevezzük, a gabona az a késztermék, de a gabonából ugye a malomipar az lisztegyár, de a liszt, ha elkerül a pékhez, neki a liszt egy alapanyag, abból lesz a kenyér, vagy a pék, vagy valami. De mondhatnám a sörgyárat is, ha már itt igen. A sörbe füstjük fel ezt az egészet, és itt nemrég volt egy sztori, most tudjuk a egyes sörök divatosak, vagy nagy sörök, és néhány megvizsgált gyártóból hármat, négyet is elkaszáltak, mert olyan egyszerű dolgokat nem tudtak betartani, amit minimális odafigyeléssel, vagy informatikai háttértámogatással könnyedén megtehettek volna. És igen, mondtad, hogy a sörtet... Hát ezzel nem kell itt, azért mondtam, hogy ezzel én már ezzel nem foglalkoz. Van egy nagyon lelkes kollégám, ő szokott ilyen vicceket csinálni, hogy tudom én egyszer járt a Unikumnál, vagy a Cognál, hogy nem példát mondja, és a bemutató során, a bemutató előtt a netről leszedett egy csomó információt. És amikor tartotta a bemutatót, akkor ez teljesen Cognra szabott volt. És mondták, hogy ez honnan tudja, hát ez ipari titok. Hát ott van a neten minden. És ő már olyan bemutatót tudott tartani, hogy teljesen teste szabott volt. Azért nem szabad elfelejteni, hogy azért az itt képződő adatok az egy hatalmas váltó adat vagy, amit fognak majd jelenteni, csak ma még ezt nem árazzuk, mert nem tudjuk árazni, mert, de majd ez későbbiek folyamán, ez biztos, hogy így nagyon jó lesz. Na, engedd meg még így a végére, minden ilyen adásnak a legvégén, és most már az utolsó percekben vagyunk, talán utolsó két percben, hogy így mindig szoktam amúgy három érdek, három jó sört hozni, ugye, amit megkóstolunk. Hozni szoktam először egy nagyon jó beszélgető partnert. Aztán hozni szoktam menni három nagyon jó sört, és a legvégén a beszélgetést pedig leszoktam zárni tulajdonképpen egy könyvajánlóval. Én elég sokat olvasom, de reggel abban kezdem a napot, egy órában korábban kellek a családnak, pont azért, hogy egy kicsit, és mindig úgy induljak, hogy már van néhány gondolat a fejemben, de nem az, hogy ma megint mit kell csinálni, mert azt nem szeretném. És gyakorlatilag, hát össze-vissza, hol vásárolok könyvet, hol megleveszek valamit a polcról, amit korábban megkaptam, de nem volt időm elolvasni. Mindenesetre van egy-két kedvencem, és amit most hoztam Ryan idei, őtől már korábban kaptatok tőlem gyakorlatilag információt, az Ego az ellenség, amit minden férfinek kötelezővé tennék, hogy el kell olvasni, főleg abban, amikor belép a férfi korba, mert onnan kezdődik ez a történet, előtte még nem. Most viszont egy nagyon kellemes, egy másik könyvét hoztam el, az Akadály maga az út, ez Ryan Holidaynek egy másik könyve. Én nagyon szeretem ezt az írót, mert nagyon tárgyilagos, de nagyon egyszerűen fogalmaz. Például a cím mögött, ami megbújik, egy rögtön egy Marcus Aurelius idézet, és ugye nagyon szereti a sztoikusokat, és gyakorlatilag Senecától Marcus Aureliusig mindent lehet ebből a könyvből megkapni. Az akadályok, melyekben utat során ütközöl, segítenek, hogy végig menj az úton. És ha belegondolunk, a mai beszélgetésnek a mottoja talán ez is lehetne, mert gyönyörű szépen végigvittél minket egy elég hosszú úton, szó szerint a termelőtől a vevő kosaráig, és utána a tányérjáig, ezt így ki akartam mondani. És hogyan diadalmaskodjunk a megpróbáltatások felett, ez a könyv gyakorlatilag erről szól. És mindig szoktam egy-két gondolatot felolvasni belőle, gyakorlatilag, hogy miért ezt a könyvet ajánlom. Hát az összefoglalója talán a legjobb, de nem akarom az egészet, inkább csak egy kis részét. Ha az életedben túl sok a stressz, ha elkedtelenedtél, mert egy problémával nem tudsz zöldágra vergődni, olvasd el ezt a könyvet. Megtudod, hogyan változtasd gondjaidat életed legféktelenebb kaladjává. Az itt olvasható történetek különböző korok kiemelkedő elméjétől származnak,
akik a kifogyhatatlan inspirációt kölcsönöznek a ma emberének. Ryan Holiday bemutatja, hogy a világtörténelem legsikeresebb egyéniségei, John D. Rockefeller vagy éppen Steve Jobs, hogyan alkalmazták a sztoikusok módszereit a nehézségek leküzdésében. Ezek az elgondolások a lehetetlen határát súroló helyzetekben is beváltak. A magunkével tesszük őket, jóval többet segítenek, mint akár a szerencse, a tehetség vagy az intelligencia. Ne add fel olyan könnyen. Hát, gyakorlatilag tovább tudnám vinni, de azt gondolom, hogy nem akarok spoilerezni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet mindenkinek. Egy nagyon jó könyv, könyvben olvasható, és igazából azt gondolom, hogy sokat segít a mindennapok leküzdéséhez. Neked pedig, Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon örülök annak, hogy megosztottad velünk. Nagyon izgalmas beszélgetésen vagyunk túl, tényleg ez elképesztő. Még tudtalak volna hallgatni és kérdezni, de majd ezt egy másik alkalommal folytatjuk. Remélem úgy tudlak meghívni a következő alkalommal, amikor egy olyan konkrét cégről tudunk beszélgetni, vagy egy olyan konkrétumról, ami egy megvalósult projekt, és ott végig tudunk menni azokon a dolgokon, amik mondjuk számotokra is kihívást jelentett, vagy voltak buktatók, amiket megtudtatok volna. Mert szerintem mindenkit ez érdekel, mert a tapsból, a sikerből nehéz tanulni, de amúgy a kudarcból, vagy ahogy elestünk és hogyan álltunk föl belőle, abból rengeteget. Igen. Van ilyen történet, hogy Amerikában a bankok sokkal könnyebben adnak hitelt olyan vállalkozónak, aki háromszor már csődbe ment, mert ő már képben van. Hát szerintem ez egy jó végszó, nagyon szépen köszönöm, és igazából mindenkit arra bíztatunk, és ennek a műsornak is az a célja, hogy próbáljátok kilépni a hétköznapok szürkeségéből, próbáljátok a komfortzónátokat elhagyni, feszegessétek a határaitokat, persze észszerűen, és ebből bármi jó kisülhet, ami a társadalom számára hasznos lehet. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Egy utolsó nagy kocintás még mindenképp. Mondanak még mondanék, hogy igen. Ez ugye egy egyedi fejlesztésnek indult történet, viszont mivel elképesztő kifutási lehetőséget látok neki, ma tettük ki a termékspecifikus honlapot. Nekem az a helyem, hogy van a cégnek egy honlapja, és minden termékünkről van egy tematikus. Mi a honlapnak a címe? Úgy hívják, hogy QST. QST. Software. Hát ilyen hosszú. Magyarul van írva? Software. 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 Jó. Akkor ide a chatbe beírtam mindenkinek. QST Software. Nézzék meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Gábor. Köszönöm. Szervusztok, találkozunk a 12. adásnál. És egészségünkre a sört, és ti is idatok valamit.